október 14-én Józsára látogattunk el a 33. születi nap és 20. nyúlfesztivál eseményre. Nézzük is meg, hogyan telt a nap. Mint ahogy a sárga agyagból kibontakozó kocsikerék szörnyű nyikorgása által felriasztott lompos juhászkutya szőréből, csimpaszkodó, kullancs kidüllett szemeiből visszatükröződő halovány holdfény sugára által megvilágított rabló lovagvár felvonó hídjából kiálló rozsdás vasszögek. Ahogy annak összetartják matériáját, úgy tartson össze minket is a jókedv és a barátság. Éljen! Mondhatjuk, hogy ez egy jubileumi rendezvényünk, ahol ez a jubileum, ez a 20. nyúlfesztiválban valósul meg. Ugye csak nyúl, arról szól, hogy csak nyulat lehet főzni. Igaz, lehet mást is főzni, de a bíráló bizottság, a neves zsűri tag, ugye a mesterszakácsok csak a nyulat fogják lebírálni. Azt tudni kell, hogy maga a nyúl az egy tradicionális termék Józsán, hiszen mi már mondhatjuk azt, hogy örök nyulasok vagyunk, hisz édesapám valamikor kezdte, még ő volt a település fejlesztésnek az elnöke, és mi több mint 30 éve foglalkozunk nyúltenyésztéssel itt Józsán. Van egy saját fajtánk, a debreceni fehér fajta, mely fajtát tenyésztjük itt a telepünkön, közel 25-30 ezer darab nyúl található jelenleg is, és hát ez kifejezetten a húsáért tartjuk ezeket a nyulakat, amelyeket fel is dolgozunk, le is vágjuk, és több országba kerül szállításra. Különleges hús a nyúl. Tehát nagyon különleges, ugye ezt mindannyian tudjuk, hogy abszolút zsírszegény, tehát gyakorlatilag a legalacsonyabb zsírtartalommal bír, magas a fehérje tartalma. Éppen ezért nagyon meg kell válogatni, hogy mivel, milyen mártással, milyen körettel fogjuk összerakni a nyúlhúst. Illetőleg, mivel nincsen zsírtartalma, nagyon-nagyon óvatosan kell vele bánni, és akár a legmodernebb technológiákat is bevetni azért, hogy véletlenül se szárítsuk ki a húst. Egy biztos, nem a nyúlpörköltnél él véget a világ. Tehát mindig mindenki nyúlpörköltet, paprikást készít, de nem, hiszen lehet tovább menni. És itt ma voltak olyan csapatok, hogy nyúlburgerrel kísérleteztek, volt, hogy sikerült, volt, hogy nem annyira sikerült, de merészeltek bátran, az összes többi csapat is merészelt bátran hozzányúlni a fűszerezéshez, az ízesítéshez. És hogy említettem a színpadon is, hogy a harmóniát próbáljuk megtalálni a tányéron, és erre a nyúlhús az egy nagyon-nagyon kiváló alapanyag. Józsa egy összetartó közösség, és ez a hagyomány, amit itt ápolunk, ez most már 33 éves, hiszen az első ilyen rendezvény 33 évvel ezelőtt volt. Szüleinktől, nagyszüleinktől vettük ezt át, és próbáljuk átadni gyermekeinknek, unokáinknak. És hát azóta is teremtettünk újabb hagyományokat, hiszen ez a 20. Csak Nyúl Gasztrofesztivál is egyben, ami az országban egy egyedülálló kuriózum. És van még egy hagyományunk, hiszen a természetvédelem nagyon fontos a számunkra, és az a 4. ilyen alkalom lesz ezen a napon, amikor fát ültetünk ide a Tócó-pataknak a völgyébe.